Az államelnök sok szerencsét kívánt az útépítőknek, és az ősi kínai bölcsességet idézte. Ha gazdag akarsz lenni, előbb építs utakat. A 11-es koridor építési munkálatait kínai vállalat végzi 333 millió dollár értékben. Fejlett infrastruktúra nélkül manapság elképzelhetetlen a versenyképes gazdaság, ahogyan a korszerű állam és társadalom is. Az államelnök hangsúlyozta, az ország feladata bebizonyítani a kínai beruházóknak, hogy a szerbiai jogi és gazdasági rendszer jól működik. Az 50 kilométeres útszakasz 3 év alatt készül el.